A református egyházközség jövője szempontjából számos munkálat várható az elkövetkező időszakban. Jelenleg is folyamatban van a templom tetőjének felújítása, ami nélkülözhetetlen lépés a hosszú távú fenntartás és az épület állapotának megőrzése érdekében. A munkálatok során a szakemberek gondoskodnak arról, hogy a tető minősége megfeleljen a biztonsági és esztétikai elvárásoknak. Jelenleg a héjazat cseréje van tervbe, de úgy tervezzük, hogy az idén a teljes külső felújításában fogunk részt venni, és teljesen fel fogjuk újítani a templomot. A cserépnek a rossz minősége miatt kezdtünk neki ennek a munkának, hisz 2005-ben volt fedve ez az új rész, és akkor teljesen új cseréppel volt fedve mind a két templom rész, az új is, meg a régi is, viszont a cserépnek a minősége nem volt megfelelő, máladozik, porlat szét, éppen ezért volt szükség a cserére. Az egyházközség elkötelezett abban, hogy a további munkálatok során is gondoskodjon az épület és környezete megfelelő karbantartásáról. Tervben van a templom egész külső felújítása. Szeretnénk azt, hogyha a külső vakolatot is megújíthatnánk. Látjuk, hogy a toronynál bizony vannak repedések, és pattogzik fel a régi festés. Éppen ezért szeretnénk, ha az Úrnak a háza, az a maga pompájába az Isten dicsőségét hirdetni. Guillén Levente lelkipásztor megköszönte minden kedves hívének azt, hogy adakoztak a templom felújítására.